Prága, Csehszlovákia, 1939. március 15-e. Anya és apa a rádió mellett ültek, lehajtották a fejüket. Ma reggel 6:30-kor a német hadsereg átlépte a határt. Nem igazán értettem ezeknek a szavaknak a jelentését, de éreztem, hogy valami borzalmas dolog történt. Nem volt gazdag a családunk, de fantasztikus szüleim voltak. Mindent próbáltak megadni nekünk. Jó családunk volt, és szép gyermekkorom. De a megszállás után minden megváltozott, és az életünk is egyre nehezebbé vált. Március 15-e óta nincs egy nyugodt napunk sem. Minden a mi hibánk. Még akkor is, ha semmit nem csináltunk. Nem tehetünk róla, hogy zsidók vagyunk. Először az apámat bocsátották el. Minden zsidót elbocsátottak. Elvesztették az állásukat. Majd a gyerekeket is kizárták az iskolákból. 1941. október 5-e. Ekkor a németek egy remek ötlettel álltak elő, amire még a középkor is büszke lenne. A csillagok. Fénylő sárga csillagok zsidó felirattal. Az iskolában azzal dicsekszünk, hogy kié van a legjobban felvarva. Annak ellenére, hogy nem kellemes, hogy hordanunk kell, megtaláljuk benne a jót. Más dolgokhoz is hozzászoktunk. 41. októberre. Egy új dolog zavarja a zsidó családokat. Állítólag lesznek elszállítások. Mindenki az utazásra készülődik. Le sem állnak a letartóztatások. Lépten nyomon veszélyek, amint kilépsz a házból. Sosem tudhatod, hogy visszatérsz-e. December 4-én Helgát és a szüleit begyűjtötték, és a terezini koncentrációs táborba szállították. Holnap elbúcsúzunk az otthonunktól, a rokonainktól, és mindattól, ami kedves volt nekünk, és közel állt hozzánk. Állítólag egy másik országba megyünk, hogy elkerüljük az üldözést. Gondunkat viselik majd. December 10. Megérkezés Terezinbe. Nem érzem magam otthon itt, de mindegy. Nem leszünk itt sokáig, 21-en vagyunk egy elég kis szobában. Ha nem láttad a saját szemeddel, el sem hinnéd. Terezint 7000 ember fogvatartására építették, időnként 60000 ember is élt ott egyszerre. A férfiak külön helyen voltak. Adottak viszont néha lehetőségek, hogy üzeneteket csempészünk egymásnak. Szerettem rajzolni. December volt. Az az időszak, amikor a normális életben a gyerekek hóembert építenek, ami egy kedves emlék is volt. Egy egyszerű gyermeki rajz lett. Nagyon fontos rajz, mert ez volt az első rajzom Terezinben, és amikor átcsempésztem az apámhoz, ő arra kért, hogy rajzoljak le mindent, amit látok. Apám kérésének eleget téve lejegyeztem a mindennapi élet érdekességeit. Az idő alatt úgy 100 ilyen rajzom született. 3 évig voltam Terezinben, és ezek a rajzok ma nagyon fontosak, mert tilos volt fényképeket vagy filmeket készíteni. Talán ebben áll a rajzaim jelentősége, mert nem készült más képi anyag. 1942. májusa. Micsoda anyák napja az, ahol még egy virág sincs, amit az anyukámnak adhatnék. Tudom is már, készítek egyet papírból. Nem túl sok, de anya is tudja, hogy nincs más választás. Nem baj, jövőre kap majd virágot. Addigra már biztosan otthon leszünk. Terezin. Hitler megtéveszti a világot. Terezint propaganda célokra használták. Meg akarták mutatni a világnak, hogy a zsidók jól vannak. Egyszer meghívták a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságát is. Folyamatosan takarítják a várost. Ez vicces, mert úgy néz ki, mintha Terezinből egy fürdővárost akarnának faragni. Frissen vágott fűnő a főtéren. A közepét egy hatalmas rózsaágyás díszíti.
Van egy szökőkút is, és egy játszótér libikókával, olyan, mint egy berendezett színpad. Akkoriban azt reméltük, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt látogatásakor kiderül, hogy mi a helyzet, és ez segíteni fog abban, hogy jobbra forduljanak a dolgok. A vizsgálat azonban fél napig tartott. Este kiállítottak egy tanúsítványt, hogy mindent rendben találtak. Jól működött a propaganda, és elhitték. Készült egy film is, ami az egyetlen ott készült film, de az sem több egy német propaganda anyagnál. Az egyes jelenetekben megkérték a rabokat, hogy álljanak a kamera elé, és azt kellett mondaniuk, hogy jól vagyok Terezinben, nem hiányzik semmi. Erről szólt az egész propaganda anyag. Nem csak Terezinbe, hanem Terezinből is küldtek valahová transportokat. Senki nem tudta, hogy hová. Csak úgy hívták, hogy keleti transport. Fogalmunk sem volt a gázkamrákról. 1944-ben több ezer férfit szállítottak el Terezinből. Azt mondták nekik, egy új várost fognak építeni a zsidóknak, helyette a célállomás Auschwitz lett. Az első négy transportban 1944-ben csak a férfiakat vitték. Az apám a másodikba került. 44. október 1-e. Itt ülünk ma utoljára. Nem tudjuk visszatartani a könnyeinket. Túl sokat próbáltuk az elmúlt héten. Még mindig látom őt a lépcsőn állni, integetni, mosolyogni. Apa miért nem engedett, hogy önként menjünk veled? Megígérték ezeknek az embereknek, hogy a családjaik Terezinben maradnak. Hazugság volt, mint minden. Ez is hazugság volt. És így két nappal azután, hogy elment, én is ott maradtam anyámmal, és reméltük, hogy egyszer majd találkozunk apámmal. Néhány nappal később leszálltak a vonatról, az auschwitzi birkenaui haláltáborban találták magukat. Fogalmunk sem volt róla, hogy ilyesmi létezik. Nem tudtuk, hogy hol vagyunk. Egy lépés volt ez a pokolban. Ha létezik pokol, akkor talán úgy néz ki, mint Auschwitz. A következő hét hónapban Helgát és az édesanyját három különböző koncentrációs táborba vitték. Nem volt elég étel. Amit kaptunk, abból, ha tudtunk volna, sem ehettünk volna el. A helyzet szörnyű volt, reménytelen, de mi soha nem akartuk feladni a reményt. És ha valaki feladta a reményt, az elveszett. Mauthausen koncentrációs tábor. Anya napról napra gyengült. A háború vége talán már nincs messze. Ha csak egy hét múlva is, ami végünk előbb lesz. Isten irgalmazzon és adjon anyának elég erőt, hogy láthassa, ahogy felszabadulunk. 1945. május 5-e. Számunkra már egy kicsit késő volt. Persze örültünk, hogy mindennek vége. De az első gondolatunk az volt, hogy túléltük. De mi lesz apámmal? Ő is túlélte vajon? Ő hol van? 1945. május 21-e, Prága. Végre otthon. Elhagytuk a táborokat, de a táborokat még mindig magunkban hordtuk. Azt mondták nekünk, hogy szabadok vagytok, menjetek haza. Csak hogy nem volt haza, nem volt otthon. Nem számítottak ránk. Senki sem számított arra, hogy visszajövünk. A háború után Helga és az édesanyja visszatértek a régi otthonukba, Prágába. Helga a mai napig ott él. A legtöbben, vagy talán mindannyian, akik visszatértek, teljesen egyedül tértek vissza. Nem volt senkiük. Nekem ott volt az anyám. Soha nem gondoltam arra, hogy elválhatunk egymástól. Így amikor férjhez mentem, ő velem maradt, és a családommal élt a haláláig. 84 évesen halt meg 20 évvel ezelőtt. Helga édesapjának sorsa. Soha nem tudtuk meg, hogy hol pusztult el apám, de valószínűleg közvetlenül azután, hogy Auschwitzba került, egyenesen a gázkamrába küldték.
Mindig gondolkodok róla, arról, hogy mit mondana. Mit mondana, hogy mit tegyek. Apám nagyon szerette a zenét, és én egy zenészhez mentem feleségül. A fiam hivatásos zenész lett, és az unokám is. Sokat gondolok arra, milyen öröm lett volna ez neki. Így itt van velem most is, a szívemben. A napló tanulsága. Olvassuk nagyon figyelmesen, és sose felejtsük el, ami történt, és tegyünk valamit, hogy ez ne ismétlődhessen meg többé. Ez az, amit megtanulunk, hogy toleránsak legyünk egymással, hogy megértsük egymást, hogy ne legyünk önzők, hogy egészségesek lehessünk, és hogy legyen családunk, legyen reményünk és szabadságunk. Mi más lehetne fontosabb? These were once people. Egykor ők is emberek voltak, egészségesek, erősek, akarattal és gondolatokkal. Szerették az életet, a jót, a szépet. De ami ma maradt, azok árnyak, testek. Élettelen testek lélek nélkül. Senki sem sír felettük. Senki sem siratja az elmúlásukat, míg egy nap megemlítetnek a könyveinkben.